Barátnőm, miért vagyok én még mindig szingli? Nekem miért nem tud összejönni egy tartós párkapcsolat? Lehet, hogy a három személyiségtípus egyikébe tartozol. Milyen személyiségtípusokról beszélsz? A romantikus, a maximalista és a hezitáló. Én lennék a romantikus? Talán. A romantikus egy tündérmesére vár, ahol minden úgy tökéletes, ahogy van. Már az első találkozás is mesébe illő, és a herceg fehér lovon úgy tökéletes, ahogy van. Ahogy a romantikus elképzelte, pont olyan, amilyennek ő akarja. És kint vár a világban, és semmi más dolgod nincs, mint rátalálni. És boldogan éltek, míg meg nem haltok. Soha többé nem lesznek problémák, kudarcok, gondok, soha semmi veszekedés, pont mint a mesében. Ez nagyon szép és jó, amit elmondtál. Miért nem működhetne így? Mi ezzel a gond? Éppenséggel működhet, de nagyon ritka, hogy ilyen könnyű legyen. Egy szerelem, egy párkapcsolat és annak a megtartása erőfeszítést igényel. Megtartani egy párkapcsolatot munka és kompromisszum. És nincs olyan, hogy tökéletes. És egyáltalán nincs akkora jelentősége annak, hogy hogyan találkoztok. A lényeg az, hogy hogyan építitek fel a kapcsolatot ezután. Oké, talán nem ez vagyok. Mi a helyzet a másik két típussal? Milyen a maximalista? Ez a típus mindig a legjobb döntést akarja meghozni, és minden lehetőséget mérlegelni akar. Minden szempontot át akar vizsgálni, mielőtt meghozná a döntést. Ő az, aki mielőtt kiválasztja a filmet, 2 órán keresztül bogarász különböző oldalakon, és nézi, hogy melyiket válassza, melyik lesz a legjobb, hogy biztosan a legjobbat válassza. Lát már több olyat is, ami elég jó, de mindig ott van benne a kétely, hogy mi van, ha van még ennél is jobb. Ez a típus, ha felismeri és megfigyeli a problémát, akkor az elfogadással lehet a legjobban ellensúlyozni. Hogyan? Úgy, hogy amit dobott a gép, az elég jó, és pont. Mi van akkor, ha ez a típus vagyok? Akkor tartsd szem előtt azt a mondást, hogy a tökéletes a jó ellensége. Félő, hogy addig fogsz keresgélni, ameddig a tökéletes partnert meg nem találod, hogy sohasem fogod megtalálni. Mert ugye, tudjuk, hogy tökéletes nincs. Rendben, most már mondd el a harmadik típust is, mert kíváncsi vagyok rá. Ez a hezitáló. Ha ilyen típus vagy, akkor irreális elvárásaid vannak magaddal szemben. Úgy érzed, hogy még nem állsz készen a kapcsolatra, majd ha lefogysz 10 kilót, majd ha felszedsz egy kis izmot, majd ha elvégzed ezt az iskolát, majd ha többet fogsz keresni, majd ha ilyen meg olyan autód lesz, vagy lakásod, na majd akkor. Hát nem. Ahelyett, hogy a randizásban szereznél rutint, gyakorlatot, tévesen azt gondolod, hogy ha majd a külső körülmények változnak, akkor te is alkalmas leszel egy szép napon egy párkapcsolatra. Hát van egy rossz hírem. Ez a szép nap soha nem jön el. Gyakorolni kell, rutint szerezni a randizásban. Hetente egy randi. És ha ez a típus vagyok, mit tegyek? Akkor javaslom, hogy tűzd ki egy határidőt magadnak, hogy mikor fogod elkezdeni. Persze kicsiben. Keres olyan közösségeket, ahol emberek előtt beszélhetsz, és ahol meghallgathatsz másokat, figyelhetsz rájuk. Ahol gyakorolhatod a másik emberre való odafigyelést. Ez egy kicsit ki is mozdít a komfortzónádból, ami jót tesz. Aztán próbálj meg randizni, heti egy randi, és legyél elnéző magaddal. Megélni a randit, megélni a kapcsolatot, és eközben folyamatosan próbálni jobb partnernek lenni a másik ember számára. És semmiképp se az exedhez vedd vissza az irányt. Pedig megfordult a fejemben. Tudom. Hol tanultad ezt? Követem Mokám Marit.